Hát sziasztok, nagy nap a mai, fél órán belül vizsgázok C kategória forgalomból. Picit izgulok, de hát ez szerintem természetes dolog, de azért annyira nem. Az utolsó vezetéseken, meg a próbavizsgán is láthattátok, hogy azért eléggé összeszedtem magam, és hát eléggé sikerült ügyesen megcsinálni a feladatokat, remélem ez ma is így lesz. Úgy indítottam ezt a sorozatot, hogy belevágok egy ismeretlen dologba, ez a teherautó vezetés, és talán emlékeztek az első filmek valamelyikében, még mondtam is, hogy bizony azt hittem, hogy ez könnyebb, és ezt tartom. Hiába több évtizedes autóvezetői gyakorlatom van, hiába több évtizede oktatok személyautóba, azért ez a teherautó egy kicsit más volt. Végül is nagyon jó szórakozásra sikeredett, nagyon élveztem a végére, de bizonyos szempontból egy kihívás is. Ugye a próbavizsga biztos is megjegyezte, hogy kicsit személyautósan vezetem a teherautót, és ez egy teljesen jogos kritika volt. Tehát valóban nekem is át kell állni a teherautó méreteire, a tömegére, az, hogy nyomom a féket, és egyszerűen nem akar megállni, és akkor a végén muszáj kicsit jobban belenyomnom, és akkor kicsit előre billen. Ezek olyan dolgok, amihez szerintem sok-sok száz vagy ezer kilométert kell megtenni, hogy valóban profi szinten működjön. Aztán gondom volt egy kicsit arra a váltóval, a kis pöcökkel, amit így neveztünk, aztán a kis bubuval, a visszatartó fékkel. Tehát ezek olyan dolgok, ami teljesen más, mint egy személyautó esetében. Örülök annak, hogy belevágtam. Mondom, most egy picit izgulok, hiszen pár perc múlva kezdődik a vizsga, de megígérem, hogy összeszedem magam, és mindent megteszek azért, hogy hát sikerüljön. És még egyszer hagy hangsúlyozzam ki, ezt az egész sorozatot azért is csináltam, hogy kedvet adjak másoknak, hogy megmutassam, hogy azért ez nem egy reménytelen dolog, érdemes ezzel is foglalkozni, hiszen majd nagy kategóriás vezetői engedéllyel azért nagyon sok mindent lehet csinálni, el lehet menni, sofőrözni, fuvarozni, vagy akár valaki előbb-utóbb elmehet majd oktatónak is, hiszen egy teherautó oktatás is egy nagyon szép szakma. Köszönöm, hogy követtetek, köszönöm, hogy velem voltatok. Sajnos a vizsgát nem tudjuk fölvenni, erről már beszéltem, de a vizsga elejéről és a végéről egy kicsit be fogok vágni részeket. Idő van, menni kell. Sorozatot úgy kezdjük, hogy akasztják a hóért. Így remeg a kezem, izgulok, igazi forgalmi vizsga lesz. Szurkoljatok nekem, jó? Még egy szerencse van, hogy itt vagyunk a Budéás Autós Iskolába, és itt annyira megnyugtató az egész környék, az egész telephely, az előző váró, ahonnan felvettem a bevezetőt, hogy ez tényleg egy nagyon nagy, fontos dolog, hogy az ember nyugodtan menjen a vizsgára. Úgyhogy elindultam. Legyetek lélekben velem. Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm. Örülök. Egy élmény volt, köszönöm. Józsi bácsi. Kiszállok, megyek a kamerámhoz. Sikerült aztán. Majdnem ennyire. Köszönjük szépen. Szia! Köszönöm szépen. Ezt én dobtam. Megvan a Duda, hát ezt kerestük idáig, te! Hát megvan a Duda. Köszönöm szépen, hogy te gratulálsz elsőnek. Gratulálok. Veled kezdtem a szimulátort, és veled fejezem be. Ha? Ügyes volt, ügyes voltam, igen. Még hibavonalat se kaptam. Egyszer egy kis falevelet. Egy kis falevél volt, de hát azt már tudjuk. Kedves nézőink, nagy örömmel jelentem, hogy sikerült a vizsga. Jó sokat mentünk, bejártunk új útvonalakat is, már majdnem Ercsinél is voltunk. Megcsináltam a célmegállást, sikerült a vizsga, egy nagy kő esett le a szívemről, és
még meg is dicsért a vizsgabiztos. Nagyon pici, apró technikai hiba volt, de szerintem jó volt. De el kell mondanom az 50. percre, mert annyit mentünk, bizony elfáradtam. Úgyhogy jó élmény volt, és most megyek, megköszönöm Józsi bácsinak ezt a remek lehetőséget. Kitaláltam neki egy nagy meglepetést. Sajnos DAF-ot nem kaptam, de az első autó, amivel kezdtünk, egy MAN volt, és ilyen nagy, szép, sárga autó, és ráírtam a tetejére, hogy 45 év az oktatásba, megnézzük, most meg fog-e hatódni az öreg, úgyhogy menjünk oda szépen. Ez az én ajándékom neki. Úgyhogy... Hú! Kicsit elfáradtam, kicsit leizzadtam, most megkeressük Józsi bácsit, és megríkatjuk egy kicsit. Fog menni szerinted? Józsi bátyám, hol vagy? Gyere szívem! Úgy gondoltam, enélkül te nem fogsz tudni nyugdíjba menni. Sajnos DAF-ot nem kaptam, csak egy MAN, de avval kezdtünk. 45 év az oktatásban. Isten, és tényleg én voltam most életed utolsó tanulója. Ez tényleg így van. És faszállító autóról már hallottál. Igen. Ez borszállító autó, úgy nyis ki, mert van benne hátul egy üvegvörösbor, nem fogod elhinni, de pont belefért. Úgyhogy légy szíves, a szobádba tedd majd ki valahova, és ha ránézel, mindig az jusson eszedbe, az Attila a tükrökkel viszi a faleveleket. Helyes. Köszönöm én szépen. És nagyon szépen köszönök neked mindent. Hát, szóval nagy kettőség van bennem, oltári nagy kettőség. Egy az, hogy jó volt veled autózni. Köszönöm sokat szépen. Viccelődtünk. Hiányozni fogok, az a másik, ugye? Így, igen, és a 45 év azért 45 év. Tehát tényleg te voltál az utolsó. Most ez olyan, mint egy válás, vagy nem tudom, minek hívja. Ez a szívemet, lelkemet egy kicsit mardossa, de örülök, hogy te volt az nem utolsó. Baj. És azért én bízom abban, hogy hát, ha mégse, és nem fogok megsértődni, a fölhívsz 3 hónap múlva, hogy visszajöttem mégis. És akkor jössz elkategóriába. És akkor jövök elkategóriába, vagy buszra, vagy bármi. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a nézőknek, köszönjük meg együtt ezt a lelkes nézést, és hát fölkészített a sikeres vizsgára. Sose lehet tudni, lehet, hogy egyszer ebből fogok megélni, hogy teherautót vezetek. És nem tette tönkre az életemet, a lelkemet, szívemet. Jó volt mellette ülni. Na, jól éreztem magam. Köszönjük szépen, sziasztok!